A Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületének megalapítása 2016-ra nyúlik vissza, amikor néhány fiatal vállalkozó egy pályázatnak köszönhetően talált egymásra. Magyarországi és Kárpát-medencei szervezetekkel vették fel a kapcsolatot. Ezek a fiatal vajdasági vállalkozók döntöttek úgy, hogy megalapítják az egyesületet, amit 2017. november 8-án jegyeztettek be Méhes Béla elnökletével. Azt gondolom, hogy ezzel a szervezettel közelebb kerülünk egymáshoz. Lesz alkalmunk elmondani egymásnak a tapasztalatainkat, meglátogatni egymást, barátságokat kötni. Célunk az, hogy segítsük a vállalkozói generációt, és még sikeresebbé, erősebbé, felkészültebbé tegyünk benneteket. Így egy olyan erőt tudunk együtt felmutatni, ami mellőzhetetlen lesz a régióba és az ország gazdaságát tekintve. Másodszorban fel kell készítenünk az iskolából kikerülő fiatalokat arra, hogy merjenek itthon maradni, merjenek itthon munkát vállalni, merjenek itthon vállalkozni. Kovács Patrik, a Magyarországi Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke üdvözölte az egyesület megalakulását, és kiemelte annak fontosságát, hogy az alapítók gyakorlati tudással rendelkeznek, ismerik a gazdasági élet kihívásait, és ezekre a kérdésekre választ is tudnak adni. A Vajdasági Gazdaság Fejlesztési Program azt eredményezte, hogy egyrészről rájöttünk arra, rádöbbentünk arra, szembesültünk azzal a ténnyel, hogy hány vállalkozó szellemű tagja van ennek a közösségnek, legyen az saját mezőgazdasági gazdaságot működtető család vagy egyén, vagy a vállalkozói szférában jelenlevőknek a több száza és több ezre. Pásztor hozzátette, nem mérhető hozadéka a programnak az, hogy az emberek egymásra találtak, a kölcsönös érdekek mentén csapatok és barátságok alakultak ki. Lengyel István egy belgiumi utazás után döntött úgy párjával, hogy Zentán csokoládégyártásba kezd. Vállalkozó ismeretekkel nem rendelkezett, hivatalokban kellett utána járniuk, hogyan kell céget alapítani, milyen előírásoknak kell megfelelni. Ma már borszaküzletekben és különleges termékboltokban árulják a zentai kézműves csokoládét. A teremtett piaci igényeket a Prosperitáti Alapítvány segítségével tudták teljesíteni. Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője elmondta, Vajdaságban van vállalkozói kedv és ötlet is. Van vajdasági magyar vállalkozói réteg, és azon belül van vajdasági magyar fiatal vállalkozói réteg, hiszen az említett számnak biztos, hogy több mint egy negyede potenciális tagja a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületének. Úgyhogy azt is bizonyítjuk a program működésével és a mai nappal, ez sok szép számú itt megjelent fiatal vállalkozó, hogy van a vajdasági fiatal vállalkozói réteg, aki hisz a szülőföldön való boldogulásba és az itthonmaradásba és a saját ötleteiben. Az egyesület munkája az információ cserére, a gyakorlati problémák megoldására, a jogi alapok változásának ismertetésére épül, a minden évben megszervezésre kerülő konferenciákon pedig csaknem bármely téma terítékre kerül, amely a vállalkozókat érinti. A Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete mentorprogramot is hirdet, amelynek célja az iskolából kikerült fiatalok felkarolása, bátorítása és bevezetése az üzleti életbe.